Üdv hölgyek és urak, hosszú hiátus után Vladföldön! Hazautazott Kata, így ezen a szombaton elkezdjük a Crusader Kings 2 multiplayer-t, és várunk mindenkit szeretettel, gyertek minél többen. Létrehoztuk hozzá az új Holy Furry DLC-vel ezt a kis fantázia világot, ahol játszani fogunk. Eléggé átláthatatlannak tűnhet elsőre, de mindjárt korba vezetlek titeket, aztán hogyha eljöttök szombaton, akkor játszhatok bármelyik karakterrel, bár olyat ajánlok, ami vagy király, vagy fejedelem, Duke, de inkább Duke, és akkor tornáztatok fel magatokat a ranglétrán, ahogy Vlad is tervezi, Vladföld Vladja, a sárkány, Víziföldön, vagy mi a fene. Az uralkodó nőm egy királynő, a víziházból, azonban az aranykarom ház ambiciózus feje változtatni tervez ezen. Én itt kezdem majd a játékot Vladdal a sárkánnyal, enyém Székelyföld és Kelet-Havasalföld. Van egy nagyon csinos feleségem, egyelőre családom még nincsen, de ezen majd még dolgozunk, mind a ketten contentek vagyunk, szóval nagyon jó vazalusok lennénk. Tudom, hogy a Crusader Kings 2 nem mindenkinek a savaborsa, hogy van ez a szó? Egészen más, mint az EU4, mert még az EU4-ben a célod az, hogy az országodból minél hatalmasabb országot csinálj, és az országgal játsz, hogy gyakorlatilag nem sok szerepjáték lehetőség van, ha csak nem akarod a maximum három tulajdonságát az uralkodódnak minél inkább átvenni és úgy irányítani az országot, ahogy egy olyan személyre bíró uralkodó irányítaná, bár inkább kompenzálni szokott az ember a szerencsétlenségeiért. Itt ugye a karakterek teljességgel behatárolható személyiségekkel bírnak, így belebújhatunk a bőrébe, a cipőjébe, és úgy játszhatunk, ahogy egy ilyen sárkány játszana. Ő például kegyetlen, büszke és mohó, azonban elégedett is a sorával, szúval, lehet, hogy nem akar feltétlen király lenni, ami ambíciója lehet inkább az, hogy ne veszítse el a birtokait, és minél több presztízt szerezzen, ez lett az első karakteremnek a küldetése az életében például. De a játékban ugye egyre több minden lehetőség van, meg egyre több mindent lehet csinálni az újabb és újabb DLC-kkel. És amikor szombaton multiplayerezünk, én fogok hoztani, ami azt jelenti, hogy minden DLC meg lesz nektek is hozzá, amiatt, hogy ahhoznak megvan, mert a paradoxik ilyen jó fejek. És akkor ez egy ilyen random világ, random kultúrákkal, állatkirályságokkal, szóval vannak állatkultúráink, a kölniek, ők lovak, itt így végig lovak vannak. A Chersoniaiak azok sárkányok, Latgaliaiak azok macskák, a Merciaiak elefántok, a Murciaiak kacsák, Sziciliaiak azok emberek és a Krétaiak is, meg az Epirosziak is, Észak-Afrika is sok az ember, a Bagdadiak ők jegesmedvék ezek szerint, és az ő uralkodó osztályuk az, ami sűn. Szóval a legnagyobb birodalom a játékban jelenleg Ruvenzori Solrex Szicénia, aminek az uralkodói egy sűn dinasztia, azonban a vazallusaik java része jegesmedve kulturálisan, ami egy érdekes jelenség. A vallások is véletlenszerűek, és a nevük is eredeti, mármint hogy így saját, például az én sárkám egy moradita. Alapvetően mindegyik főleg raidelős, szóval a drékenjanok azok mondjuk romuvák, Kata itt tervez majd játszani egy macskakánátussal, nomádokkal, míg a legnagyobb vallás a világon az uraciniai vallás, akik a káosztól és a világ végétől félnek, és egy ilyen háborús vallás, szóval izgalmas. A kormányzatok pedig úgy néznek ki, hogy Közép-Európa feudális, Közép-Európa, úgy értem, hogy a középen átlósan átfáljuk, amúgy vannak törzsek északra, keletre, nomádok, északra, délre, egyetlen ikta van. Mi ez az ikta? Egy emberi ikta, ami egy eretnekséget követ, és indiai egészen is feudális. A kereskedőkből pedig nem sok van, ez is véletlenszerűen lett elkészítve, de hogyha törzsekkel vagy nomádokkal játszotok, akkor még válhattok kereskedővárossá, hogyha ezzel szeretnék játszani. És ami a legszebb az egészben, mikor ezzel a fantáziatérképpel játszunk, nem kell feltétlenül 1453-ig elvinni a játékot, hamarabb is be lehet fejezni, hogyha megunnánk. Azonban akkor át tudom majd konvertálni minden bizonnyal Európa Universalis 4-be, úgyhogy Európa Universalis 4-ben folytathatjuk egy ilyen nagyon egyedi világgal majd a játékot. A történet, amit itt elkezdünk, folytatódik, az pedig
folytathatnánk Victoria 2-ben, nekem az nincs meg, és régi játék, és annyira nem szimpatizálok vele, így hogy megtanuljam, mikor már annyira régi, majd ha lesz egy Victoria 3, akkor esetleg Victoria 2-re gondoltam, 3-at mondtam. Hoi 4, az pedig nincs még meg, de arról lehet szó, hogy esetleg Hoi 4-be konvertáljuk az EU 4-et, aztán pedig ha Hoi 4-jel végeztünk, akkor elvisztük az állatainkat, a királyságainkat, köztársaságainkat, meg a corporationjeinket Stellarisba. Stellarisban pedig a fajaitoknak vannak hasonló portrék, van a Stellarisban a sárkány is, sün is, macska is, kutya is, szóval lehet őket tükrözni. Igen, a kutyák itt vannak, Indiában főleg. Észak-Indiában? Na, itt vannak. Kultúrájuk. Kakrakután. Nézzük, még bíborja is van. Szóval Stellarisba is tovább visszük majd őket, az alapján, a történet alapján, amit leírt. A dinasztiátok, létrehozhatjátok majd, vagy tükrözhetitek majd Stellarisban a fajotokat, ott is nem egyedi, hanem fajit rétekkel és kormányzati szivikekkel, hogy milyen birodalmatok is van, hogyan mutatjátok be őket. Ha például, nagy isten, valaki csinál egy nomád macska csinál a nomád macskákból egy köztársaságot itt északon, akik kereskednek, aztán EU4-ben is pénzt csinál, és Hoi4-ben is pénzt csinál, akkor majd Stellarisban is csinálhatja a pénzt meg a corporationként például. Szóval ez egy paradox, meg a kampány. Szombaton 5 órakor kezdjük, és minden héten szombaton 5 órakor találkozunk. Én hostolok, minden szükséges elérhetőség megtalálható a videóderésben, Discord, e-mail, stb. Írjatok nyugodtan, gyertek szépen, nagyon jó lesz, nagyon jó fogjuk érezni magunkat. Szerepjátékozunk egy jót a karaktereinkkel, vagy hogyha nem akartok szerepjátékozni, az se gáz, hogyha csak blobolni akartok, arra is van lehetőség, majd meg fogunk megállítani, gondolom. Második legnagyobb birodalom, harmad akkora, mint az a pán, arab, perzsa császárság, sűn császárság, és van Duklingen, meg Duklingia. Júda a népe front, júdai nemzeti front. Szóval találkozzunk a vízivilágban, szombaton, gyertek el! Crusader Kings 2, Holy Fury. Ez egy nagyon poén játék.